Trianon tragédiájára a gyógyírt, sem az életellenes liberalizmus, sem a más népeket gyűlölő sovinizmus nem jelenti, már csak azért sem, mert eszmei szinten ezek tehetőek felelőssé Trianon tragédiájáért. Szerintünk a tradicionalitáshoz kellene visszatérni a Kárpát-medence összes népének, ami azt jelenti, hogy egységben és hierarchiában lássuk a különböző önazonosságainkat, mint például a vallásit, kulturális és nemzeti identitásunkat. Ha ez sikerül, akkor hozhatjuk el a valódi békét a Kárpát-medence népeinek, hiszen mindannyian a Szent Korona alattvalói vagyunk. Hányszor hallottam már, hogy Trianon a múlté, hogy Isten nem létezik, hogy felesleges küzdeni, mert úgysem fog változni semmi. Ez a kishitűség. Ez a kishitűség, melyet énközpontú gondolatok és a materializmus szült, ez, amely félálomban tartja Magyarországot és Európát, ez, amellyel végleg le fogunk számolni. Mert nem elég tudnunk, hogy nálunk az igazság. Hinnünk kell teljes szívünkből győzelmünkben. Mert mozgalmunk győzelméhez három kell. Hit, hazaszeretet, fegyelem. Számotokra elszakított területen élő honfitársaink számára minden egyes nap egy küzdelem, harc, hogy saját nemzeti identitásotokat felvállalhassátok, ezeket a mindennapokban megélhessétek. De ez a küzdelem tesz titeket azzá, amiként mi tekintünk rátok, vagyis a legbátrabb magyarokká. Kívánom, hogy legyen erőtök és kitartásotok mindig büszkén vállalni saját nemzeti identitásotokat, még akkor is, hogyha nektek sokkal több áldozatot és megaláztatást kell ezzel vállalni, mint amit gúnyhatáron belül ragadt testvéreiteknek. Nekünk, fiataloknak kell átvennünk a zászlót, és egy napon nekünk kell majd továbbadnunk azt. Ehhez, és az élet többi nagy harcához pedig elengedhetetlen a család. Nagyon fontos, hogy keresztény szellemben és a legnagyobb szeretetben neveljünk fel minél több gyermeket, hogy olyan felnőttek kiválhassanak, akik a legnagyobb veszélyben, akár életük árán is képesek lesznek védelmezni hazájukat.